You have two messages. Message 1, Tuesday, 4:54 a.m. Nem tudom, hogy vágod-e, de 66-ban születtem Pesten, és 3:30 volt a testem, amikor kiestem, és csak lestem. Hogy milyen nagy a világ, és fölém hajoltak a fehér ruhás bulák. Aztán az iskolában még nem is volt semmi gond. Szülők fainak voltak, mindenem megvolt. Tanulni már akkor sem nagyon szerettem, és azon tűnődtem, mi a faszt érdekel ez engem. Sokkal jobban rajta voltam azon, hogy focizzak, és a zene is jobban érdekelt, mint a faszkalap tantárgyak. S eljött lassan az idő, hogy egy picit romlani kezdtem. Csak az az idő nem jött el, jobban igyekeztem. De átelickéltem valahogy, aztán felvettek a Kiliánba, aminek akkoriban Fostalicska huligán képző híre járta. S ott tettem Szerdélyány olyan barátra, aki nem akárki. Örök a Balogh Zé meg a Bándi. Hazajött a Hocsi az NSK-ban, és vele jött a Pankság. Nyomultam, mint egy kis fasz, gondoltam ez a rajság. Ragával meg a Blázzal megcsináltuk a zenekart. Zsolt és a Fosfélyek voltak, itt senki nem akart. Egy buli után a Blázzak kocsagogós fejével kilépett, és rövid baszakodás után a Bebesi lett az ének. Második bulinkon meg összeszartunk magunkat, mert a suli aulájából lejöttek az igaziak. A Bocskó gitározott, és olyan merev volt, mint anyám. Egy igaz hangot nem talált meg a hangszer nyakán. Kurva jó ment a tanulás, hazavittem a bizonyítványomat, a fater meg szétrúgta valagamat. Folyton a ragáig osztályában lógtam, és az idióta zenéimben mindegyiket ortogattam. Az az igazság, hogy még mindig ott vagyok velük lélekben. Tudod, én nem sokat változom az életben. És megnyomtuk a balatoni túrákat, és rendszeresen széjjel basztuk a búránkat. Siótúr, focista haj, makkos csuka, virágosink. Könnyűek voltunk apukám, mint a lepkefénk. Közben a technóban meg gyönyörűen kibasztak, de rájöttek, hogy ott nincsen egy jeling fasznak. Külker válogatott a csapok NDK-t, amit akarsz. Arról szólt a túra, hogy mindenki beakaszt. Addig nem azzal, amit a sikerült egy bandába kerülni, és összeállt az őrjítő gyógyhullám. Mentem dobolni. Nem sokkal aztán bekerültem a csapatba, amit úgy hívtak, hogy Block, mondjuk, hogy Dark Rock. Ritchie-k a fekete lyukban nyomtuk, Amerika, London, Párizs. Láttam, hogy a Henrik száll is. Közben hajós gyuszi-ékkal meg lógtam az éjszakába. Be volt rajzolva a helyünk a pultnál a piázásban. Benne Atti meg szólt, hogy egy metalbandába kéne egy dobos. Beajánlott a Dance-nek-ban, hogy nem vagyok fos. A Balog tudnyóika elindult az iszonyatos piázás. Első lemez, első turné. Pfff, de elázás. Akkor keresett meg a Matyi, meg a Sasza. Szex-szexual indulás. A gondolatom nincs megállás. A helyzet az, hogy még mindig ott vagyok velük lélekben. Tudod, én nem sokat változom az életben. Csináltam. Én és a fiúkban azok 6 lemezt kiváltam. Miksával a svájci turnéját nem volt mit járni rapám. Éjjel apolódtunk egymás nyakán. Lent héderet a ladába, meg fenn az ágyba egy-két órát, aztán mentünk is tovább. Csináltunk egy évet, tehát olyan volt, mint egy álmokfutás. Hétfőtől hétfőig folytonos bebaszás. 95-ben aztán kitaláltam a kártyát a Pircsivel, Lobival, Lackóval, meg a Pistivel. Voltak velük mások is, jöttek, mentek az arcok, úgy tűnt, baszki, soha nem érnek véget a harcok. Kialakult az a négyes, amiben jól érzem magam. 3 olyan poli van, akitől nem fárad le az agyam. De még mindig ugyanaz a gyerek vagyok lélekben. Tudod, én nem sokat változom az életben.